A Tiszafüredi Asztali Tenis Sport Egyesület november 30-án egy iskolai pingpong versenyt hirdetett meg a Kossuth Lajos gimnázium diákjai számára. A rendezvényről Ferenczi Nándort, az egyesület elnök helyettesét kérdeztük meg a verseny helyszínén. Utánpótlás asztali tenisz bajnokságot szerveznek csütörtökön itt a Kossuth Lajos gimnáziumban. Itt vagyunk a tornateremen, és látszik is a háttérben, hogy a fiatalok ragadják az ütőt, a labda pedig pattog. A TASE, Tiszafüredi Asztali Tenisz Sport Egyesület elnök helyettesét, Ferenczi Nándort kérdezzük arról, hogy mint társszervező, mit lát, mennyi tehetséget, hogy fogadja, hogy ennyi gyermek indul itt most? Köszöntöm a Főnix Televízió nézőit. A mai nap folyamán kerül sor egy utánpótlás bajnokságnak a megszervezésére, amit örömmel vettünk, hogy a gimnáziumnak az egyik testnevelő tanára a fiatalok részére a mai nap megszervezi ezt a bajnokságot. Mi, mint társszervezők, annyiban vagyunk érdekeltek, hogy egyrészt képviseljük a sportegyesületünket, másrészt pedig a díjazásban mi adjuk a kupákat, illetve az érmeket. Legyen egy kis vonzó erő a fiatalok számára, hát a későbbi folyamán nagyobb elánnal fognak hozzá erre a dologhoz. Mi azért karoltuk fel ezt a mai napot, meg ezt a támogatást, mert szeretnénk a későbbiek folyamán a legtehetségesebb közül kiválasztani azokat, akiknek van egy kis érzéke az asztali teniszhez, ez a gyönyörű játékot, amit az egész országban nagyon sokan űznek és hajtanak, másrészt pedig azért, hogy meg tudjuk nyerni, hát ha a mi csapatunkban is be tudunk belőle későbbiek folyamán építeni ezekből a játékosokból. Fogalmazhatunk, hogy ráfér a fiatalítás a TASE-ra, és akkor most az utánpótlás nevelés tekintetében játékos megfigyelőként van most itt? Részben igen, másrészt pedig hát mindenhol ugye a fiatalok támogatása az elsőrendű cél. Amúgy pedig ugye szerintem minden egyes csapat elmondhatja magáról, hogy az utánpótlás mindenféle szempontból muszáj megállnak kitermelnie, hiszen ezek nem profi játékosok, ez kimondottan amatőr, ahol nem vásároljuk a játékosokat, hanem saját magunk próbáljuk kinevelni azért, hogy valamilyen szinten valamikor be tudjuk építeni a csapatba. Ez kezdődik azzal, hogy ami például most itt megtörténik, hál' Istennek itt a tárgyi feltételek adottak, ezen a hat asztalon most jelen pillanatban folyik a bajnokság. Azért az elmúlt időszakból már szerintem van tapasztalat, van egy kép arról, hogy a tiszafüredi fiatalok hogy fogják az ütőt, hogy játszanak, milyen érzékük van. Általánosságban véve a tiszafüredi fiatalok mennyire fogékonyak az asztali tenisz iránt, és mennyire tehetségesek? Az az igazság, hogy nagyon nehéz a fiatalokat bevonni, nem csak az asztali teniszben, hanem minden más egyéb sportágban. Tudjuk nagyon jól, hogy milyen hátulütői vannak ezeknek a dolgoknak. Tehát az, hogy valamikor el kell kezdeni, meg kell próbálni annak érdekében, még ha a végső siker nem is 100%-ig biztosított. Na most ugye itt ezek a körülmények, amik jelen pillanatban látszódnak, ezek alapfokú szinten vannak. Ebbe próbálunk majd mi a későbbiek folyamán segíteni azáltal, hogy bizonyos tehetségesebb játékosoknak megfelelő ütőt hozni a kezébe, ami egy kicsivel modernebb és sokkal gyorsabban lehet asztali teniszt játszani. A másik pedig van egy olyan lehetőségünk, ezt majd megbeszélem az Attilával, hogy van nekünk egy adogatógépünk, amit a tehetségek nagyon tudnak majd fogni használni abból a célból, hogy különböző adogatásformákat, tenyeres fonák, pörgetett, nyesett labdákat hogyan kell hozzáérni a labdákat. Ebben nagyon sokat fognak tudni használni a gyerekeknek, meggyőződésem, hogy ebben sokkal több lehetőség van, mint egyébként, ha egymással leülnek, vagy egyrészt fizikailag is, másrészt pedig az ütőfogásokat megtanulni. Sok sikert, sikeres utánpótlás nevelés, és minél több játékost köszönjük. Köszönjük szépen, hajrá, TASE!